Országosan idén is az ELTE iskolázta be a legtöbb hallgatót, 11.960 főt. Közülük 981-en jutottak be szombathelyi képzésekre, ami tavalyhoz képest 8,5%-os növekedést jelent. Büszkék az eredményekre, kezdte a sajtótájékoztatót Lenkai Nóra, rektori biztos, aki gratulált is a felvett hallgatóknak. Kiemelte, hogy a legfőbb vonzerőt a vidéken megszerezhető ELTE diploma jelenti a fiatalok számára, de a jó képzések, a kiváló oktatók és a kampusz családias hangulata is pozitívan befolyásolja a döntést. Idén két új szakot indítottak, csecsemőgondozó és kisgyermeknevelő képzésen 30-an, az óvodapedagógus szakon 54-en kezdhetik meg tanulmányaikat. Erre is régiós és társadalmi igény érkezett, és mi örömmel vállaltuk ezt a kihívást, és azt látjuk, hogy ezek a szakok, a szakra történő jelentkezések óriási számok voltak, és nagyon nagy megelégedésünkre, és az elvárások feletti hallgatói létszámot sikerült beiskoláznunk ebben az eljárásban. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az új, eltérő számítási módszertan miatt nem érdemes összehasonlítani a ponthatárokat, de elmondható, hogy magas pontszámmal kerültek be a hallgatók. Legtöbben 550-en tanárszakra jutottak be, 55%-kal nőtt a létszám. Az angol nyelv, a testnevelő tanár, a magyar nyelv és irodalom, valamint a történelem szak volt a legnépszerűbb. Különösen nagy érdeklődés mutatkozott a rövid ciklusú képzések iránt, ami már pályán lévő tanárok számára érhető el államilag finanszírozott formában. A rövid ciklusú képzéseknél a legnépszerűbb szakok közé felzárkóztak a természettudományos szakok, matematika tanár, fizika, kémia, biológia, földrajz is idén a levelező képzésen nagyon szépen teljesített, és új az is, hogy a természettudomány környezettan tanárszak, amit mi röviden Z-szakként emlegetünk, a tavalyi indulás után idén beérett és magas jelentkezői létszám realizálódott. Közgazdász képzésre emelt szintű érettségivel lehetett bejutni, ami nem vetette vissza a jelentkezési kedvet. Gazdálkodási és menedzsment szakra 72 hallgatót vettek fel. 131 fő jutott be az informatikai kar képzéseire. A gépészmérnöki szak létszáma stabil, 34-en kezdhetik meg tanulmányaikat. Töretlenül népszerű a pszichológia szak, idén 74-en jutottak be alapképzésre, és stabilan tartják magukat a sporttudományi képzések is. Több mint 40-en érkeznek edzőszakra, és vonzó a rövid ciklusú testnevelő tanárképzés is. Ebben az évben a 24 és 25, tehát 49 rövid ciklusú tanárképzésre jelentkezett hallgatónk van. Szerencsére a nappali is megtartotta azt a számot, amit eddig egy ilyen 20-25 közötti. A pótfelvételi eljárásban azok vehetnek részt, akiket nem vettek fel, vagy nem jelentkeztek sehová. Egy intézményt és egy szakot lehet megjelölni augusztus 7-éig. A szombathelyi képzésekről a felvi.hu oldalon és a seg.elte.hu/pótfelvételi oldalon lehet tájékozódni.